Jó estét, drága léreim! Újra együtt! Újra együtt, úgy, mint régen! Hiszen is remélem, hogy mindenki, aki belénk volt eddig, az belénk marad a következő esztendőre is. Hogy mi a fontos? Fogláljátok el a helyeteket a fotelekbe, a székekbe, rokit oda, hogy kis piát valamit, kis pálinka, kis borocska. És jön az, aminek jönnie kell, a legfontosabb a dalok. Köve!
Yeah.
Ez rendben volt, ugye, drága véreim, így bemelegítésképpen. Amit hallottatok, azok a tapsok, azok ti vagytok. A tavalyi Arena buliból, a tavalyi előtti nyári buli hangulatait hoztuk magunkkal, azért, hogy még tutibb legyen a buli ma este itt nektek. 1988-ban írtunk egy dalt, az a dal minden betűje, minden hangja ma is érvényes, és nem csak itt a közöttünk és körülöttünk lévő házakról szól, ez nagy tévedés. A házak égnek világszerte. Ég a házunk, hadd szóljon!
Köszönöm, drága vegyém, köszönet. És hiszem, és remélem, és tudom, hogy itt az elején még lehet, hogy ott ültök a fotelekbe, székekbe, de ugye a buli vége felé el fogtok állni, és velünk együtt bulizunk, abban 1000%-ig biztos vagyok. A dal, amelyik következik, bármerre jártam a világban, Amerikába, Kanadába, Ausztráliába, bármerre, bármerre, mindenütt azok az emberek, akik magyarnak vallották magukat, és nem csak annak vallották, hanem a szívükben is hordozzák a magyarságukat, azok mindig, mindenütt velem énekelték a következő dalt. Thank you.
Testvérem, szeresd a hazát, a haza te vagy magad. Aki a szívében magyar, aki a lelkében magyar, a szereteti a világ összes teremtményét, de tudja, hogy hova tartozik. Ez nagyon fontos, drága véreim. Ennek ékes példája Erdélyország történelme. Erdélyországé, ahova mi, én és mi újra és újra mindig visszavágyunk. Erdély felé. Baby, I'm not your fool.
Egyébként nem sokat szoktunk matekozni, de tavaly előtt valaki neki járt a csapatból, vagy valamelyik családtagunk. És kiszámolt, hogy 229 dalunk van. Én fogtam is elírtam Stevét, és megkértem, hogy Steve, ez nem lehet így tovább. Én pár nap alatt összehoztam egy szöveget, ő csak annyit mondott, hogy, mit mondtál, hogy? Hát mondtam, hogy most csináltunk egy dupla lemezt, 21 vagy nem tudom hány nótával, biztos ez? Én biztos voltam benne, meg kellene a 230-nak, úgy kerek az. Úgyhogy átküldtem a szöveget, és hát csak reménykedtem, hogy hetek múlva lesz belőle valami. Nem kellettek hetek hozzá, drága vilém, egyáltalán nem kellettek hetek hozzá. Kettő nap múlva a szemérmes Steve hívott, és mondta, hogy megvan, hallgass meg. És amikor meghallottam, a hírvidőt, hey! Köszönöm. Szerelem, gyűlölet, barátság, hazugság, hűség, árulás,
olyan keskeny a mestje. De te testvér, te mindig választhatsz, melyik oldalra állsz. Hűség és árulás. Semmi gond, adjatok nekünk egy pár másodpercet. Laci gitárja elhangolódott, itt bent azért nagy meleg van, de remélem a nyárban majd ott kint. Ott nekivetkőzünk. De a gitárt be kell hangolni, mert hamis hangok nem juthatnak el hozzátok, igaz? A sok hamisság között, basszus gitárnak tisztának kell lenni. Igazam van, Laci? Csa-csa! Hűség is árul!
De remélem, hogy most már átmentetek lazába otthon. Az első forró kávék, az első üdítők lezúgtak, a második körben megjelent a viszki, pálinka, sör. Én tudom, látok titeket, nem tudtok simlizni. Drága éreim, újra együtt nagyon hiányoztok. Újra és újra együtt nagyon hiányoztok. Újra és újra együtt nagyon hiányoztok. Ez biztos. Erdélyországba jártam. Sokszor járhattam Erdélyországba. Most is, életekkel ezelőtt is. Nagy tisztességben volt részem, amikor egy hívó szóra a hegyek legmélyére elvittek, ahol találkozhattam egy kortalanul öreg tátossal. Hogy mi történt ott? Nem tudom, lehet, hogy ébren voltam, lehet, hogy álom volt, majd eldöntött testvérem. De a végén biztos, hogy kaptam tőle néhány hangot, csak úgy, útra valóul. Hát ebből született meg az Inoga világ. Csak a szorongást utálod,
Köszönöm. Gömen. Legalább azért kalkuláljátok bele. Most azt hiszem, hogy benne van a buliban, tudjátok. Hogy azért ez az év, ez nagyon kemény volt. Ez elviselhetetlenül hosszú volt. Elviselhetetlenül hosszú, valamit kitépett belőlünk. És az a darabka, az próbáljuk pótolni, de elméletileg azt hiszem befoldozhatatlan. Talán a nyár majd meghozza. De ne keseregjünk, beszéljünk inkább a fiúkról. Igen, a srácokra. De a srácok nem már, ez most olyan divatos, beszéljünk a lányokról, mi maradjunk. Nem, én a Lenin srácokra gondoltam. Ne félrejtjük egymást. Én a Lenin srácokra gondoltam, hogy mindig voltak, vannak is valahogy előkerülnek. Szóval mi már régen írtunk egy dalt nekik. El kell ezt majd játszani. Aztán, ha valamikor aztán igazán itt az ideje. Totál brutál! Thank you.
Hát ennyit erről. Köszönöm a taxokat. A nóta maga rendben van, úgy is van, és mi gond. Elgöngyreim. Gergő, rendben van? Hogy látod? Jó buli? Abszolút rendben van. Nagyon jó buli. Végre itt lehetünk a színpadon. Igen, igen. Azért annyit üzennénk azoknak, akiknek az előző dallal üzentünk, hogy mi, amikor eljön az óra, már pedig eljön. Higgyétek el, azért biztos, hogy eljön, mert káoszt teremteni, azt lehet ideig, óráig. Azt lehet, de az emberi életet soha nem lehet megtörni. Az emberi élet az mindig örök. Ott leszünk, mi ott leszünk. Tudtad, hogy éj lesz, hogy végig kell járnod, hogy emberré válhass. Végig kell járnod földi iskoládat. Végig táj felől jönnek a hírek, végig táj felől. Támadnak minket, de ne add fel testvér. Ne add fel épp most, mondjuk ki együtt, hogy most már elég volt. Most ne engedd el a kezemet, testvér, most ne engedd el, ha vérünk is venné. Most igazunk van, most jön el a holnap, most értem, hogy úgy lesz. Ott leszünk, ott leszünk, majd mi, ha eljön az óra, ott leszünk.
Lehúnyom a szemem, és aggárdon vagyok. Újra együtt vagyunk. Újra együtt vagyunk, bulizunk, és kihozzuk egymásból a legjobbat, hiszen megérdemeljük. Elérlek egyszer! Come on.
Hát én tényleg ott voltam, illetve ott voltam a gárdon, azt tudtam. Még most is ott vagyok. Adtok egy másodpercet, nagyon komolyan több melegem van. Hadd vegyem le ezt, csúdogva átizzadtam, majd valakinek adatom, jó? Figyeljetek otthon, és kapjátok el. Egy az adatom pillanat, figyelj, mindenki figyel. Ez most nem lesz meleg? Nem. Hűtőből van elővége. Pontosan. Ez egy hűtött ting. Kész. Meg jól esik. Meg így, meg úgy, meg amúgy. A másiknak már nagyon komoly szaga volt. De hogy csak ügyeskedek. Azt hiszem, ami a lényeg, drága véreim, hogy... Megvan. Egy pillanat. Csak jár az agyam mindenfelé, ezer felé. Rájöttünk arra, hogy a dal úgy igaz, ha megfordítanánk egy kicsit, hogy nem mi, ti vagytok a rock, ti vagytok az élet. Attilám, bocsáss meg, de hát mondom. Egy új dalt licces mutasd be. Igen, ellátod, de jó, te vagy a király, te nem felejtetted. Ha már mi vagyunk a rock. Igen. Mi vagyunk a rock, és szeretném megmutatni nektek ezt a dalszöveget, ami tulajdonképpen a mai esti bulinak a címadó dala is volt az Újra Együtt. Ebben az a kunszt, hogy ma nem. Úgy döntöttünk, hogy ezt a bulit csak akkor, ez közös megegyezés a bandában, csak akkor nyomjuk el, amikor szabadon leszünk, szabadok leszünk, ott leszünk, valahol, már pedig ott leszünk, és ott együtt, először az Újra Együttöt, úgyhogy ezt majd nagyban is megmutatjuk nektek a képernyőn. Közben pedig hát itt van valahol, ott van egy zacsiba, csak elhoztam, de egy pillanat, jó, kivertem, itt van a színpad mellett rögtön. Ha megengeditek, elhoztam a hanyas lesz ez, 35 vagy 36-dik van? 36, mert nyáron lesz a 35. 35. lemez. Oké, okay, jó. Lemeznek 35, igen. Szóval itt van mind ebben az acsiban, itt a címlista, ezt is majd megmutatjuk nektek. Kész van, egy 18-20-22 dalból válogattuk ki azt a 12-13, ami érdemes arra, hogy az a táborhoz eljusson. Hát ennyit erről, amit meg az előbb mondtam, az meg aztán ezerrel tutira úgy van. Nekünk ti vagytok a rock, ti vagytok az élet! Hey! Mi vagyunk a rock! Mi vagyunk az élet.
szépen. Mi vagyunk a rock, kérhettek bármi, csak élet a szép a. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet. Bele a szívembe, ide a mélyére, ide bőr alá. Nem lesz könnyű kivárni azért ezt a pár hetet, vagy talán egy másfél hónapot. Nem lesz könnyű kivárni, de megtesszük. Gyerekkoromban mindig azt mondták nekem, és ilyenek, hogy nézd mindig kisülöm az orrod elő, hogy milyen nagyon fontos az, hogy nézd az orrod elé. Hát én úgy gondolom, hogy mi már így együtt néztünk eleget az orrunk elé, a föld felé, lefelé. Nézzünk föl az ég felé, a tiszta kék ég felé. Nézzünk föl, és szálljunk föl, megérdemeljük. Nagyon megérdemeljük. Nagyon. Hey! Az üres bal, és az üres ág, csak te voltál.
Köszönöm a jó szót, drága férjeim, ránk fér, Kömére, Zolira, Sztevére, rám is, talán azt hiszem, még kicsire is. Pedig ő aztán egy elvarázsoltan stabil fazon. A következő az egyik legismertebb dalunk állítólag. Egy darab kör, semmi más. Mégis így van ez. Egy szomorú, nagyon szomorú pillanatomban írtam, amikor nagyon egyedül voltam. Csak én és egy dobozgitár. Aztán egyszer csak körbeültek a jó barátok, és lett egy csodazenekar, az Edda-művek, és a kör a helyére került. A kör, hey! Hello, dear pal, look at
akarod, vittél évekig. Akaratok labda voltam, a vágyak bennem egyre nőttek. Elfelejtett, hogy kölköd voltam. Hiába hívnám meg tört szívvel, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok. Készülék, az biztos. A hitünk és a Teremtőisten segített, találkozhatunk újra, de ez csak bemelegítés volt, ez csak a kezdet. Jön a nyár, átöleljük egymást, átölelnek minket az eddadalok, átölelnek minket a teremtés, a szeretet, és akkor hiba nem lehet, akkor ott leszünk. Mi? Gergő! Csá! Kicsi! Göve! Zolika! Szer! És én Pataki Attilát is! Elbúcsúznánk. Hát tulajdonképpen csak így az éteren át tudunk érintkezni. Én szeretném megkérdezni valakit, legalább egy élő figurát, hogy rendben volt ez az egész, drága testvérem. Te a kamerában rohangáltál itt és varázsoltál. Mondd meg nekem, rendben volt? Na, hogy rendben volt. Köszönöm szépen. Akkor most! Akkor igen! Akkor most! Akkor most lehet! Sziasztok, szolgáltásig! We'll be right back.
Hát akkor tényleg búcsúzunk, szólaljon meg a dal. Egy ez a tábor, az biztos, hogy igaz, és úgy van. Egy ez a tábor. Ahogy ezt teszünk, kimárom.
47 vagy 48 éve, nem tudom hány éve, sok ezer éve. Hajoljunk meg illendően, kicsi megvárni, nyugodtan szeved le magad, megérdemled. Itt van szeved, Galika, igen. Megvagyunk, pont jó. Hát akkor sziasztok. Isten, Isten! Ebben művet Magyarország! Én kérném szépen, hogy a stár egy kis melegetetés, akivel együtt dolgoztunk, és összehozottuk a csodálatos estét. Nagyon sok munka van benne. Lányok, fiúk, mindenki ide, gyerünk. Tűnik-e, hol vagy? Gergő, ott van. Hol van Gergő? Megvan. Itt van. Jó van. Gyertek. Juzsókám, gyere drága. A világ legjobb hangmérnöke. A fényszobrász itt van, Enika. Johnny, mindenki itt van. Gyönyörű lányok is itt vannak. Mi vagyunk lehet rockerek? Gyerünk oda, bújj be! Gyere ide, ahogy voltunk az előbb, ahogy megbeszéltük így. Igen, Zolika. Ő nélkül beáll a színpad. Légy szíves, igen. És megérkezett a stáb utolsó tagja is. És köszönjük a Smash Eventnek segítségre. Nagyon-nagyon köszönjük a Smash Event csapatának. Elképesztő, tényleg elképesztő színvonalon segítettek abban, hogy ez a boldog este megszülessen. Hát így néz ki egy igazi brigád. Aki maga a jövendő. Sziasztok! Isten, Isten! Sziasztok! Üzennem kell, Bill. Thank you, good night! Sziasztok, sziasztok! Tapsi gömet! Ne törődj a blac utca! Tündike, te mit menedzser, te is jól érezted magad? Akkor meg vagyunk elégedve. Taps! Sziasztok, gyerekek! Erre ígyunk valamit, jó? Benne vagytok? Egy kortyot megérdemlünk, nem? Tündiké! Mennyit melóztál, drága? Kész!